120 kilóról fogyott le 97 kilóra, akkor valamit mégis jól csinált a Tari Ádám. Szóval, ha tényleg azért egy 20-25 kilogrammot fogytunk, akkor azért annyira nem lehetett rossz a program. Mit is mondhatnék? De mivel kell a nézettség, ezért vágjunk is bele. Hát láttam a videót, Ádám. Ahogy megnéztem, küldtem is neked SMS-t. Remélem elolvastad. Nyilván tiszteletben tartom a véleményedet velem kapcsolatban. Említetted a videóban, hogy én nem szóltam neked, hogy megemlítelek egy közlésben. Te szóltál nekem. Mikor YouTube-ra tettél fel egy videót velem kapcsolatban? Abban igazad volt, drágár szavakkal illettelek egy live-omban, amit meg is bántam. És bocsánatot kértem. De azt, amit te a videóban mondtál, olyan dolgokat osztottál meg, ami a magánéletemmel kapcsolatos, amit neked mondtam el privátban, az nem szép volt tőled, de ezt hagyjuk is. Tari Ádám által adott projekt neked működött. 20 pár kilót lefogytam vele. És ezt neked köszönhetem. Azt, hogy én visszahíztam, semmi közel jó effektusnak. Nem akarok bújni a pánikbetegségem mögé, de sajnos ez volt az oka. Falásul hangjaim voltak. Igen, és visszahíztam. Hogy te azt mondtad, hogy nem önmagamért akarok fogyni, nekem ez csak is a showért megy, a nézettségért megy. Könyörgöm, ez egy social media. Ki nem akarja, ha minél több nézettsége legyen, főleg YouTube-on. YouTube-on kapunk érte ugye pénzt is, mert te YouTuber vagy, de én nem kapok érte még szart sem. Hiába lesz nekem 600 000 megtekintésem, nem kapok egy fillért sem. Lehet nekem 5 millió megtekintésem, akkor sem kapok egy fillért sem. Na most akkor kinek jó a megtekintés? Ezt hagyjuk, ezt a megtekintés dolgot, de könyörgöm, ez egy social media. Kinek nem jó a nézettség? Ennyi. Viszont abban igazad van, hogy nincs önbecsülésem. Hiszen aki így megengedi, hogy elhízzon, az ugye nem szereti magát, és nincs önbecsülésem. Ez nyilván így van. Nem is tagadom. Azóta változott a helyzet. Lássam fölnyomni a kisfiamat, a kislányomat. Idő előtt nem akarok elmenni, ez miatt. Ezért szeretnék fogni. Én leszeretném zárni ezt az egészet. Erőegészség Ádámnak. Jelentkezzetek a projektjére. Tényleg nekem bevált. Nektek is be fog válni. Gyerekek, uszolok mindenkit, és csak is előre. Sziasztok!